Na hát jó napokat kívánok! Egészen régen volt már Teslás videó, és egész sok mindennel érkeztem a mai napon, ugyanis nagyon sok ilyen apróbb-cseprőbb változás történt, viszont arra gondoltam, hogy akkor most egy picit így összefoglalom, mert hát csak úgy tornyosulnak a dolgok, nem volt internet, és igazából ezek akkora fájlok, hogy ezeket nem tudom így mobilnettel felrakni. Na mindegy. A legelső és a legfontosabb dolog, látjátok, hogy egész más a háttér, mint amúgy szokott. Az a helyzet, hogy én egészen nagyon durván szeretem a repülőket, meg így unblock így az egész reptereket, értitek, meg a technológiát, stb. És hát itt vagyunk Salzburgban, egy spoton, ahonnan szokták az emberek, illetve én is nézni a repülőket, amikor azok érkeznek, vagy mennek. Hamarosan, ha minden igaz, indul egy Frankfurtba, és arról nem fogunk lemaradni. Na de, a lényeg az az, hogy azért vagyunk itt, mert elköltöztünk onnan, ahol eddig laktunk. Na most az a helyzet, hogy nagyjából Salzburgtól ilyen 40 percre laktunk, most pedig hát így 3-ra. Egyébként ilyen kis repülők érkeznek közben folyamatosan, nem tudom abból mi fog nektek látszódni. Hát nagyon próbálkozik, jó, nyilván én mondom mi. Na de hát csak le fogja az ott tenni. Szóval ilyen kis picikék érkeznek, az előbb egy magánrepülő indult el, és úristen, olyan hangja van. Na de, hagyjuk is. Szóval elköltöztünk, itt vagyunk a közelben most már, és ezáltal a rendszám az megváltozott, mint azt jól látjátok, most már SL, tehát Salzburg Land, nem pedig HA, ami nem Hallstatt, sokan írtátok, hogy Hallstattban lakok, az Hallein régióját jelentette. Na ez már Salzburg Land, úgyhogy igen. Szóval ez az első. Maga a rendszám lehetett volna egyedi, de nekem most így nem kellett, pedig gondoltam olyanra, hogy SL, OV, 001, úgyhogy slow, nagyon vicces lett volna, de mindegy, tehát valami 200 vagy 300 euró lett volna az pluszba. Ja, és azért változott meg a rendszám, mert hogyha itt elköltözöl, és elhagyod azt a régiót, akkor új rendszámot kell igényelned. Úgyhogy igen, az ilyenkor mindig 200 euró, vagyis jelenleg 207 euró az, hogy új forgalmi törzskönyvet és rendszámot kapsz. Szopó. No de, igen, tehát ez volt az első változás, ugye nagyon más úgy nem igazán látszik, viszont amiről nagyon lemaradtatok, az az, hogy megváltozott a felni, ami igazából nem igaz ebben a formában, ugyanis csak a dísztárcsa változott meg, viszont az nagyon, mert hogy tudjátok, hogy milyen volt eddig fenn, de azért mutatom képen is. Hát ezt meg úgy gondoltam, hogy legyen ez az ilyen úgynevezett nyári felni, és egész egyszerűen itt is arról van szó, hogy egy darab műanyag az a dísztárcsa, és egészen máshogy fest így az autó. Igen, hogyha valaki követi a Teslákat, az tudja, hogy a Tesla Model S Plaidnek hasonló dísztárcsája van, ami, bocsánat, nem is dísztárcsa, hanem azon felni. Hát ez meg egy ilyen, hogy mondjuk, kopia. Mondhatjuk igazából annak, és engem nem zavar. Ilyen 100 euró körül lehet ilyeneket vásárolni, és ha belegondolsz, azért egy felniszettet sokkal drágább, illetve sokkal drágább fenntartani, ha mondjuk megpatkázod, vagy ilyesmi. Mert ez egy darab műanyag, hogyha közelről megnézitek, akkor itt is arról van szó, hogy tulajdonképpen védi a felnit, és egy műanyagról beszélünk, tehát igen, színben egyébként meccsel, és látjátok, nem látszódnak ki a küllők, ebből se, tehát szerintem baromi jól néz ki, de itt úgyis csak arról beszéltünk, hogy kinek mi tetszik pontosan. Most nyilván írtam egy listát otthon a gépen, tehát az nincs itt. Aztán haladjunk szerintem így időrendi sorrendben nagyjából. A következő dolog az az volt, hogy megérkezett az én autómra is az a frissítés, ami ugye a LED matrixot jelenti, tehát hogy kapott egy ilyen adaptív távolságtartó vagy távolsági fényt. Átállítottam németre az autót, és ott adaptív Fernlicht talán valahogy így van leírva, de valamilyen, ja, hát adaptív távolsági fény. Megkapta, ugye ez mit is jelent? Arányaiban arról van szó, hogy jönnek szembe, automatikusan fel van kapcsolva a reflektor, viszont aki jön szembe autó, az szépen kitakarja, és nem megy bele az arcába az én reflektorom, és ez azért baromi jó, mert felkapcsolva maradhat, és az út többi részét az szépen belátod, úgyhogy most már ez az autó is tudja. Csináltam erről külön videót, de szerintem majd inkább ide bevágom, és akkor meg is mutatom, hogy ez hogyan működik. Ami nagyon fontos, bárki bármit mondhat az autókra, a Teslákra, Elon Muskra, tök mindegy, az, hogy ezt így ingyen tulajdonképpen egy 3 éves autóba az ember megkapja, az szerintem becsületre méltó. Nem nagyon hallok olyat, hogy más gyártóknál ez így lenne, hogy megveszel egy autót, amiben valami nincs, tehát nem fizetett ki, és mégis egy idő után ott lesz, mert a számítógép tudja, illetve a fényszóró is képes erre. És akkor egyszer csak így nekik nem érdekük olyan szempontból a használt autópiac fellendítése, de mégis arról van szó, hogy a 21-es autó is megkapja. Holott csinálhatták volna azt mondjuk, hogy azt mondják, hogy oké, innentől kezdve, mit tudom én, a 23-as autótól felfele kapják meg az autók, de látjátok, hogy nem erről volt szó. Itt az ikon bizony, jó gyerek, eredjél fel Wi-Fi-re, mert hogy van neked valami finomság, hát hihihé. Ott is van, ugye végzett a frissítés, este van már 8 óra, és hát igen, megkaptuk végre, illetve ezen felül még itt van egy-két dolog. Akkor nézzük meg, hogy hol is van ez nekünk. Gondolom a világításon belül lesz, hát hol máshol lenne, hanem ott. És itt van. Ó, és akkor ez most be van nyomva. Egész mozis, így az élmény egyelőre. Baromira jó, hogy belátok mindent, remélem, hogy ti is. Hát látjátok, hogy mit akarok itt mutatni, és nézd meg ott az első autó, akit találunk, és nem villogott ránk, mert hogy úgy néz ki, hogy teljes mértékben sikerült az autónak. Jaj, ez... Tudom, hogy már nagyon sok autónál ez jelen van, csak hihetetlen, hogy ez csak így egy frissítésbe, én ezt fel nem fogom. Életemben nem volt olyan autóm, ami ezt tudja. Oh, nézd meg, de jól működik, hát! És figyeld, már most elkezdi, tehát, és végig egy álló autónál is megcsinálja? Egy álló autónál is megcsinálja. Egyelőre nem láttam semmiféle késést, meg ilyesmit. Na nézzük ott a szemben lévő autót. De már most észleltem, mert már most egy kicsit másmilyen lett, de gondolom itt meg aztán abszolút. Mondjuk, hogy ebből mit fogunk így látni, azt én nem tudom. Hát sok minden nem, mert ugye ezen az oldalon volt, és... úgy annyira nem igazán láttuk. Fú, basszus, ez egyelőre nagyon jónak tűnik. Jöhetne most már több autó is szembe, hogy látnánk, ahogy szépen dolgozik. Na figyeld, jön a következő. Hopp, 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 és végig sikerült neki kitakarnia. Gyerekek, jó, bárki bármit mondhat nekem, aztán, hogyha a BMW-m csinálta volna ezt, akkor is azt mondom, hogy atyaisten, de jó, hogy ezt így ingyen. Úgymond, hát ingyen megkapod, mert ugye nyilván csak egy frissítés, de hogy ez részemről hatalmas nagy respekt a Tesla felé, mert nem lett volna, senki nem szólt volna egy rohadt szót se, hogyha, hoppá a kamera, ugye a motorfék. Szóval senki nem szólt volna egy rohadt szót se, hogyha az új autók nem kapják, vagy a régi autók nem kapják meg ezt a fajta frissítést, de megkapták, tehát elképesztő. Állókamiont, figyeld, az állókamiont is. Hopp, az állókamiont is szépen igyekezett. És nézd meg ott a szemben lévő, és őt is végig kitakarja, bassz meg, beszarsz neki, és végig, nézd meg, még mindig, és bum! Most fogja nekem ide visszakapcsolni. Szóval nagyjából ezt tudja, próbáltam nektek úgy felvenni, hogy azért az látszódjon, remélem, hogy azért átjött. Azóta eltelt nagyjából 1 hónap, 1,5 hónap, de lehet 2 is, most úgy repült az idő, mint az állat. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen 85%-osan működik. Most fog jönni majd egy frissítés az autóra, a V12. Szerintem ott azért jó pár dolgon javítanak. Nagyon érdekes, hogy még azt is tudja, hogy ha mondjuk mész egy autópályán, szembe jönnek a kamionok full sötétbe, egy-két másodperc eltolással, de még azt is szépen el tudja kapni. Azért nézelődök arra, mert mindjárt indul Frankfurtba az a gép, és baromi jó lenne levideózni. Na de mindegy is. Haladjunk tovább. A következő dolog, ami nagyon fontos volt, az nem más, mint hogy az autó kapott hátulra sötétítést. Hogy ez miért is fontos? Na most, hogyha így megmutatom az autót, el tudjátok képzelni, hogy milyen lehet ez melegben, hogy az egész egy rohadt nagy üveg. Mondanom sem kell, hogy baromira elképesztő módon gyászos, úgyhogy, mint azt látjátok, itt látszik talán a különbség, egy 95%-os sötétítést kapott, ami belülről egyébként éjszaka nem érezhető, hogy ez valóban 95% lenne. Nagyon jó minőségű fóliát kapott. Ugyanitt mondanám, hogy aki szeretne ilyesfajta fóliát, az keresse az Auto Paradise-t, mert hogy ezzel is foglalkozunk. Nem mi telepítjük fel, nyilván van egy alvállalkozó, akivel ezt csináljuk, na mindegy. Szóval, igen, látjátok, és ami a nagy magic, hogy van itt hátul ugye ez a hatalmas nagy üvegfelület, és egészen, hát nem tudom, hogy ebből látni fogtok-e bármit, tehát egészen innen teljesen eddig ott van maga a fólia, ami azért baromi érdekes, mert hogy ez egy nagy darabból van, és nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen csinálnak így ilyet, pedig szerintem így néz ki igazán jól. És ha megfigyelitek az autót mondjuk egy kicsit messzebbről, nagyon-nagyon-nagyon jót tesz neki ez a sötétítés. Arról pedig nem beszélve, hogy sokkal jobb bent így a közérzeted, nincs az, hogy a világ, még a seglyukat, szőrét is a nap kivilágítja, mert hogy egyébként ténylegesen extrém nagy ez az üvegfelület. Úgyhogy szerintem nagyon hatásos, megmutatom belülről is. Ugye elől kb. Ilyen, viszont hátul. Most persze láthatjátok, hogy itt szépen próbálja kiegyenlíteni, de itt ha megnézitek, meg ott, láthatjátok, hogy mennyi a különbség. Arról pedig nem beszélve, hogy én nem tudom, hogy régebbi videókban ez mennyire jött át, de ez az üvegtető, ez baromira, tehát ez ugye konkrétan a panorámatető, ez nagyon sötét volt mindig. És amióta ez megvan, figyelem a repülőt, tehát amióta ez megtörtént oda hátra, a fényt úgy érzékeli, hogy ez sokkal világosabb napfényben, felhős időben, és sokkal világosabb itt elől a tér, miközben hátul full sötét minden. Úgyhogy ez nagyon megérte, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megérte az árát, úgyhogy ez volt a másik olyan nagy dolog, amit már régóta szerettem volna, csak hogy tudjátok, erre az autóra, hogyha mondjuk rásüt a nap, belül ilyen 50 fok körül tud lenni, ilyen 20-22 fokban. Szóval el tudjátok képzelni, hogy mekkora magic, hogy ez már nincsen. Kis gépek szállnak fel, hol a nagy gép már? És ami még egy fontos információ, azóta nem tört be a szélvédő, pedig voltak jó nagy kövek. Ez nyilván nem azért van, mert hátul fóliáztattuk, mert teljesen logikátlan lenne, de hogy tényleg arról van szó, hogy csoda, hogy még nem tört be, habár most már mindegy, mert most már van kaszkó, de akkor is. Aztán kicsit most menjünk be, és nézzük meg a fogyasztást, mert hogy arról is most már egy egész komoly adatom van. Na tehát azt mondja, hogy amióta nálam van az autó, én ilyen 108 000-rel vásároltam, most van benne 131 000, tehát nagyjából olyan 22 000-et tettem bele, mint az jól látszik. És hát láthatjátok, hogy itt beírtam azt, hogy nyári fogyasztás, és a nyári fogyasztásunk az úgy néz ki ezekkel a dísztárcsákkal, amik egyáltalán nem aero dísztárcsák, hogy 7200 km alatt 17,4 kWh per 100 kWh per 100 km, mindegy, értitek, szerintem nem fogunk itt pöcsülni ezzel, tehát ilyen fogyasztásunk van, de hogyha megnézitek a nagy totált, ugye 18. A téli fogyasztás az nagyjából ilyen 18,8 volt, csak ugye ez most ezt is beleszámolja, szóval hát így nem igazán jó, de a lényeg az az, hogy nagyjából igen, ott volt, most meg hát láthatjátok, hogy itt van, amivel én abszolút meg vagyok elégedve. És ami még van, az az, hogy most már otthon is tudom tölteni az autót, ami jelentősen megkönnyíti a dolgokat. Szóval az a helyzet, hogy jelenleg még csak sima konnektoros töltőjével töltöm, tehát még nem találtam ki, hogy hogy lenne ez a legjobb. Nyilván tudom, hogy lehetne épp kiépíteni, stb. Mindegy, ez még a jövő zenéje. Egyelőre örülök, hogy konnektorral lehet tölteni. Hát ez így, figyeljetek, amióta elköltöztünk, én nem voltam semmilyen töltőn. Szóval egész egyszerűen csak otthon vagy a műhelyben töltöttem konnektorról, szóval nagyon más így most már nézni ezt a dolgot. Aki tényleg otthon tud tölteni egy elektromos autót, és mondjuk nem megy naponta 600-700 kilométereket, annak szerintem nagyon egyszerűen meg tudja oldani, tehát észre se veszem, mert így mit tudom, este 10-kor elindítom rajta a töltést, és akkor reggel 6-ra meg feltölti, mit tudom én, 80%-ra, 70-80-ra szoktam. Sőt, általában amúgy nem is szoktam 80-ig feltölteni, elég 70-re. Annyira jó idő van, hogy igazából lófasz fogyasztásom van, úgy nagy átlagba, városba, meg itt ilyen 100-110-es tábláknál. Nyilván, hogyha hosszabb útra mennék, az már más, de egyelőre mostanában nem voltam Magyarországon, úgyhogy most egy kicsit így ritkábban járok hosszú távra. Jövök közben így össze-vissza, mert próbálom a szelet kikerülni. Szóval a kérdés az az, hogy ki hogyan tölti otthon, hogyha így lennétek kedvesek, megírnátok. Tudom, hogy nagyon sokaknak ki van építve ilyen 11 kW-os töltő, szóval mindegy, érdekelne, hogy ki hogyan tölti. Nyugodtan jöhetnek komment szekcióba ezek. Ez a gép, ez nagyon késik. Mi lesz? Már jó napot kívánok! Aztán egy másik téma, amit már pedzegettem műhely videóban, az az, hogy lehet, hogy eladom az autót. Na most az a helyzet, hogy jelenleg így átgondolva, hiába van az, hogy túl sok autóval találkozunk, és nagyon szép autókkal találkozunk. Úgy vagyok vele, hogy így, hogy most otthon tudom ezt tölteni, nem akarom eladni. Vannak dolgok, vagyis szerintem csak egy nagy dolog, amivel nem nagyon tudok kibékülni sajnos, az az, hogy az autó az alapvetően rengeteg üvegfelülettel rendelkezik, amivel nincsen baj, viszont bőrülések vannak, és nem szellőztetett bőrülések. És nyilván ez legyen a legnagyobb problémám, de ez baromi szörnyű, hogy beülsz, és igazából csuromvizesen simán ki tudsz úgy szállni, hogy csuromvizes vagy, és nem kell hozzá megizzadnod, egyszerűen csak az a minimális hátizzadság, szóval ez az, amivel nem tudok sajnos kibékülni. Összességében a többi dolog, nekem a futóművel, sokan mondják puritán a belseje, nem tudom, figyeljetek, én nem Audi A8-asokhoz, meg BMW 5-öshöz, 7-eshez, faszomhoz, Mercedes C, BD, CA-hoz vagyok szokva, hanem nekem mindig azért ennél sokkal olcsóbb autóim voltak, tehát 1-es BMW, akkor Ford Mondeo, szóval ezekhez képest nekem nincs olyan hiányérzetem, hogy úristen, ez prémium, nem prémium, ez üzé, tehát na várjál, mert lehet jön a gép. Szóval összességében ennyi, srácok. Én most egy kicsit olyan meg vagyok nyugodva így minden szempontból. Nekem ez, hogy így ez néhány percre van ez a repülőtér, és akkor én itt tudok kuksizni szabadidőmben, fotózgatni, stb. Ez egy olyan, kitárja elém a világot. Mert hogy számomra ezek tényleg nagyon érdekes dolgok. Illetve az, hogy Salzburg közelsége most már tényleg olyan, hogy nem kell 30-40 perceket mennem, hanem egész egyszerűen itt vagyunk, és akkor bármit el lehet innen érni. Úgyhogy most én így rendben vagyok, köszönöm szépen, most már van internet is, úgyhogy érkeznek majd a videók. Vannak tervben most már azért nyári fogyasztásos videók is, mert persze most mutatok egy átlagot, de azért jó lenne megnézni azt, hogy mondjuk hazáig meg vissza hogyan tudjuk teljesíteni. Úgyhogy igen, meg még van ez ezer sok más. Na most pedig én megvárom a gépet, nektek pedig ezt megmutatom, és egyébként pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor nézzük, hogy ez a felszállás, hát reményeim szerint erre fog felszállni, de mondjuk nem, mert mindig amarra száll fel, de legalább az elindulás az biztos szép lesz. Na jó, akkor találkozunk majd, ha vannak kérdések, jöhetnek komment szekcióba. Az ausztriai Németországban lévő teslások csoportot megtaláljátok a Facebookon, hogyha valóban errefele laktok és terveztek Teslát, vagy van Teslátok, akkor lépjetek be, ott vagyunk már páram, úgyhogy igen. Tali majd, szevasztok, hello!